Sziasztok, a nevem Tóth Márk, és a csalódottságomat kell megosztanom veletek. Nektek is feltűnt már, hogy a legnépszerűbb hazai vloggerek minden önálló kreativitás mellőzze már-már kényszeresen próbálják majmolni egymást? Mintha nem létezne más stílus, eszköz, hogy kifejezzék magukat. Eljutottunk oda, hogy már nem elmondani szeretnének valamit, hanem lenyűgözni a külsőségekkel. Megteremtettek egy túl esztétizált, nem létező világot, ahol más emberek személyiségét és kézjegyeit lopkodva állítják elő a saját tartalmaikat. Minden itt van, ami kell. Széles vászon, 50%-os belassítás, filmes színezés, egy kis smooth zoom blur effekt, hihetetlenül menő drónos felvételek, még menőbb felvételek, ahogy mindezt én irányítom. Nagyon fontos embernek tűnök, miközben dolgozok, elmélkedek az élet értelméről, messziről a végtelenben bámulva. Vágóképek, ahogy éppen longboarddal vagy Casey Neistat boosterboardjával adom elő magam, oravetsznórát megszégyenítő közhelyek, amik minden kockázatot és önálló véleményt nem vállalnak, és legfőképp az utólag alávágott hangeffektek. Nyilvánvalóan elkerülhetetlen, hogy ezek közül akár egy vagy több elem is visszaköszönjön egy vlog videóba, de azt már elég pofátlan húzásnak találom, hogy ezek az elemek teljesen egy listaszerűen megjelennek minden egyes videóba a megjelölt másodperceknél. Pedig nem erről kéne szólnia. A videózás, a YouTube platform az nem egy tankönyv. Én mindig is úgy hittem benne, hogy egy önmegvalósítás, ahol te teremted meg a saját hangodat, ahol te saját magad önreflexiója vagy, és nem utolsó sorban a te életed képeit látjuk a te saját stílusodban. Az, hogy egy mások által megkreált eszközökkel készítenek tartalmakat, eljutunk oda, ahol a mainstream média tart. Pedig sokan a YouTube-ot egy underground helynek tartják, de sajnos többek közt ezek miatt már rég nem az. Nem az számít, hogy mennyire vagy önreflexív magadra, mennyire vagy az alkotásod, a saját lelked, csak annyi számít, hogy te vagy benne. Egy arc, akire rá lehet húzni bármilyen műsort, terméket vagy márkát. Márpedig ott tartunk, ahol már mások ezt megmagyarázzák, hogy miért másolják más stílusát. Mondjuk, mit is várunk egy olyan csatornától, aki már a nevében is felvállalja, hogy semmi ötlete sincs az egészhez. Ráadásul mondjuk már az is haladás lenne, ha úgy akarunk dramatikus hangalámondásba okoskodni, hogy csak szimplán ne keverjük a műfaj és a stílus szó jelentését. Ugyanis a műfaj, amiben alkotunk, a vlog, a videoblog, a stílus pedig az, amit lenyújtok egymástól, vagy Casey Neistattől. Nem arról van szó, hogy ezek hülyeségek vagy igénytelen tartalmak lennének, csak az, hogy mind ugyanaz. Ellentmond a platformnak, hogy önmagad legyél, saját magukat megkötik a szabad alkotás ellen. Azt mondjátok, alkotni próbáltok. De én csak azt látom, hogy egymás és más eszközeit meglovagolva, a legmainstreamebb termékeket, témákat és minden egyéniséget mellőzve az arcotokkal próbáljátok eladni magatokat és az adott terméket, amit promóztok. Ide már menő Tinder videók kellenek, egy jó külső, és lehet rábaszni az egészre. Hisz ez lesz eladható, ezzel tudják a saját arcukat bematricázni szponzorációkkal. Én már 8. éve vlogolok. A monetizáció még sehol se volt, és én se gondoltam túl a dolgokat nagyon sokáig. De aztán rádöbbentem, hogy ebben sokkal több van. Ha megkötésekkel is, de mégis jelenleg ez a legszabadabb média platform, ahol önmagad lehetsz te és az alkotásod. És pont jelenleg ez van szembe köpve, és ez miatt nem fektettem erre elég időt és energiát, mert ezek a videók elvették a kedvemet bármitől. Hisz minek saját stílussal, saját hangnemmel rendelkezni, ha egy ugyanolyannal meg lehet hódítani az egész vlog szénát? Ebből nem kértem. Ez idáig. Igen, rádöbbentem, hogy pont emiatt a lázadásom jeléül kell folytatnom a saját utamat a saját hangnememmel, és legfőképpen a saját stílusommal. Egy másodpercig sem állítom, hogy amit én készítek, azzal megváltom a világot, de igyekezni fogok, hogy különbözzek ezektől a középszerű, ugyanarra a sémára épülő mocsártól.
Valószínűleg az én videóimon sose lesznek több 10 vagy 100 000-es nézettségek, de számomra sokkal fontosabb, hogy megmaradjak az, aki vagyok, vagy akivé leszek, anélkül, hogy eladjam magam a külsőségeknek és a nagy cégek szponzorbábjává egy látszatképé váljak. Mivel minden egy sazott love, ez is változik, alakul, fejlődik bennem, és ennek teret adok. Köszönöm nektek, hogy a szürkeség világát alkotjátok, és teret adtak annak, hogy önmagam legyek. Motiváltok arra, hogy bizonyítsak, és egyre jobb és jobb legyek, és ne adjam fel. Szóval megfoglak titeket, kidoblok a kukába, a saját utamat járom, és itt vagyok, megérkeztem.